Sziasztok! Ma folytatom a Rome Total War Dark Mode római hadjáratomat, nem makedón. És hát itt maradt abba, hogy Spártát megtámadták a makedónok. És hát verjük vissza őket. Majdnem azt mondtam, hogy makedón hadjáratomat. Mivel ugyebár van a makedón hadjárat, az sokszor van úgy, hogy mindig makedón jön a számra. Szóval akkor ki kell vágjam. Na mindegy. Oké, okay. Ó, epikus, és nem epikus kőfalam van, hanem nagy kőfalam van. Hú, az király. Az király. Spárta nagy kőfalt húzott fel magának. De az ilyen kőfallal vigyázni kell, mivel kurva gyorsan lelőnek abba az ostromtornyok. Ezt tudni kell, hogy nem szabad felrakni a katonákat a falakra, még az ostromtornyot oda nem nyomják. Felrakod a elnézést. Csak bokát csalnom kellett. Ha felrakod a katonákat, a gép ugyebár lő a az ostromtornyokkal, és az ilyen ostromtornyok már ballisztás lövedéket használnak. Szóval, hogy te berakod az egységeidet, hogy most felrakod a falakra, akkor nagy valószínűséggel a ballisztás lövedékek leszedik az egészet, mire oda nyomják. Szóval egy az, hogy sok lőszere is van ugyebár. Ide is kéne két csapat. Egy az, hogy sok lövedéke van a ballisztás toronynak. Az ostrom toronynak. És mivel ballisztás lövedéket lő, ezért egy lövés 3-4 ember hal meg egyszerre. Szóval nagyon-nagyon vigyázni kell, és nem szabad felrakni a falakra egész addig, még az ostromtornyot oda nem nyomták a falakhoz. Miután ott az ostromtorny a falaknál, akkor felrakhatod a katonáidat a falakra, mert olyankor már nem még lő. Szóval egész addig még nincs a falaknál, addig ne nagyon rakd fel az egységeidet, mert az egészet leszedik a falról, mire oda nyomják. Egyszer megjártam, csúnya volt. Ide mondjuk rakhatom ugyebár, mert onnan nem tud... No, de oda tud lőni. Szóval erről dumálok. Jaj! Kb. Ennyi volt? Ah, még mindig lő... Puff. Puff, még egy ember, még egy ember. Puff, még három ember. Onnan is ellő innen? Francba, kis köcsög. El is felelkeztem, milyen messze lő, vagy hogy lő. A lényeg, hogyha fölrakod a falakra, az leszedi az egészet, mire oda nyomják. Nem lenne szép látvány, meg jó. Jézus Mária, szent szar, mekkora lovasság. Atya Isten! Atya ég! Kurva makedónok. Ó, eznek a tüzének annyi. Hát akkor már a lovassággal nem biztos meg kell küzdjünk. Max, ha ezt oda nem tudják nyomni. Én át is hozom azt a három hasztatuszt. Nagy valószínűséggel ezt ide tudják nyomni. Ja, ott is az ostrom torony. Mehettek fel a katonák. Royal Pikás. Royal Pikás. És még? Phalanx. Feltaszta. A gyalogsága nincs sok, de lovasságból annál több. Na, lehet meggyújtják, de nem biztos. Na, annak annyi.
Igen, az ilyen nagyobb kőfalaknál most már van úgy van, hogy 80% van arra, hogy mindig meggyújtják az izét, a faltörőkosokat. Szóval ezek a nagy kőfalak, ezek könnyedén meg tudják gyújtani az izéket, a faltörőkosokat. Majd jön az epikus kőfal, az meg egyszerűen balisztás lövedékkel fog lőni, az olyan lesz, hogy le is rombolja. Ugyebár nem felgyújtja, hanem lerombolja, vagy le is tudja rombolni az ostromtornyot is. Nem gyújtják meg, hanem egyszerűen lerombolják. Elérik a 100% damage-et, szóval nem meggyújtják, hanem annyi lövedéket lőnek rá, hogy 100% damage-et érnek el, és akkor annyi. What? Ránk döntötték a falat a cigányok. Bazd meg, most meg hívjam vissza az egységeimet. What the fuck? Bazd meg. Ugyebár nem tudják bedöngölni a falat, de most a kaput, erre meg bedöngölik a falat. A francba indul a lovasság is. Jön a lovasság. Szép, ezek feladták. El is felelkeztem arról, hogy a falat ránk dőltik, és csak közel rakod az egységet, akkor belehalnak. Ugyebár ez még az 1.3-as patchben még annó nem volt. Igen, mert még tisztán emlékszem, hogy még a legelső patch-el, amikor megjelent a Róm 1, akkor ilyen nem volt. Hogy a fal rájuk dőljön, és akkor meghaljanak. Ez a későbbi patch-ekkel érkezett. Azt akkor is megszívtam, meg elsőre nem is használta ugyebár a gép se azt, hogy lőjön az ostrom tornyokkal, hogy van lőszer és akkor lő. Szóval elsőnek nem lőttek, hanem csak oda nyomták és nyugodtan felrakott az izét a katonákat a falakra, mert nem lőtt a gép, de ugyebár az újabbi pecsekkel már lő. Azt elsőre megszívtam, de nagyon. Ja. Durva volt. Ujj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 
Jön a falangz. Jézusom! Rengetegen vannak. Makarónik! Ó, beszorították ide ezt a pár hasztatuszt. Esélyük sincs megölni a hasztatuszokat. És hát van esélyük, de nagy veszteség árán szerintem. A hasztatuszok jól tartják majd ott magukat szűk helyen. Tudjuk a hadvezér lovasságot is. Csapat Equitace-t. Gyerünk. A némi gyalogos, azokat is meg kell lőni. Ó, még be se küldt az egész lovasát. Ah, te jó ég. Támadás! Ah, megölték őket. De jó ég, mennyi lovas! Rengés, nagyon jól harcolnak ezek a makedon katonák, makedon lovasok, kitartóan.
Azért van veszteségünk, elég. Á, egy megtört vége. Csak tudnám a hadvezér, mi a lófasznak akar kimenni a falangszon keresztül. Menj már anyádat ide. Na azé. Hülye kvitész lovas. Jaj! Hadd vezéremet mentsük! Ez a hülye Royal PK-s nem akarja feladni. Jönnek. Támadás! A makadóni lovasokat. Jó ég, mennyi lovas hulla. Makaróni lovasságot öljétek meg. Jönnek a peltaszták. Hát azért szép nagy veszteséget okoznak. Még csak a serege felé töltük meg, baszki. Te jó ég! Na, ha ott van, feladta, de ez a faszfáj nem tudta leszúrni őket. Gyengék amúgy ezek az equitészek. Elég gyenge lovasok. Mondjuk a makedón lovasság ellen, ugyebár a makedón lovasság az erős. Ja, itt egyre beljebb és beljebb szorítanak minket, és kijebb. Peltaszták is feladták. Verjétek vissza őket! Szép. Azok bebagoltak oda. Látom, lassan lefutnak ők onnan. Dobjatok rájuk pilumot. Vannak 18-an. Jó. Másik csapat makedón.
Jézusom, még több makedón lovas, megölni őket! Gyerünk! Ne engedjétek őket! Mennyi ló, baszki! Durva ezek a makedón lovasság. Nagyon komoly, hogy ennyi lovasuk van, tényleg. De erősek is mondjuk, jó erős makedón lovas katonák. És ugyebár a gép kezében még veszélyesebbek. Ó, te jó ég. Kétszer akkor a lovassága, mint a mi gyalogságunk. Te felmerted adni, te cigány, te gyáva, te! Meg is haltál ezért. Felmerte adni a köcsök a harcot, hát beszarás. Jó, jön egy csapatra pikás. Vissza. Azokat a pikásokat hagyom, hogy bejöjjenek, és akkor oldalba támadjuk őket. Az a biztos. Á, makedó lovasságot lemészároljuk így. Király. Ja, ez annyi. Pillumot rájuk. Mindent, ami van. Támadás! Megölik simán a PZ-ket, a royal pikásokat. Jó, itt már nem jön senki, ugye? Ja. Itt még van két beltaszt a csávó. Leugranak ők a falakról maguktól. Ups, és vége. Még mindig van lovon, még vannak a light lancerek. Meg ugyebár még az a pár gyalogos. Gyerünk, oldalba szurkáljátok őket, vagy csináljátok velük valamit. Hát ez azért nem semmi, hogy ezek a makedónok jó sokan is vannak, és erősek is. Mondjuk triárikkal, hogy őszinte legyek, triárival most többet értem volna a lovasság ellen. De így a hasztatuszok is jók voltak. Ők se teljesítettek rosszul. Megeszik a falangszot, ahogy látom. Hasztatik. Ja, már a hátukban vagyunk. Na ja, egyszer a falangsz hátába kerültek, annak annyi. Fel is adták, kész. Na? És most? Ünnepeltünk, ja. Jó, értem én. De mi lesz most? Hogy ezek nem akarnak jönni. Jó van. De vajon miért nem akarnak jönni ezek a cigányok?
Jön a hadvezére? Ne, ne, ne! Gyere vissza, bazd meg! Ne menj, anyád! Támadás! Valami miatt nem akar betámadni a light lancerekkel meg a hadvezérével. Szép! Csapat makedón lovas. What the fuck? What? What? Hát, oké, ez szívás. Úristen. Wavering. Hú, jönnek, bazd meg! Jönnek! Húha! Srácok, ezek majdnem megkúrtak, sőt, még lehet veszítünk. Ámar kétlem, ne, nem létezik. Nem létezik, hogy ennyit még ne tudjunk megölni. Fakker, a hülye hadvezére, nem elfutott a kis köcsög, és megtört az egész hasznotus egység. Ó, te jó ég, komolyan, eszarás. Gyertek gyorsan. Atya, úristen! Mészárszék, baszki! Na, baszki, most vagyunk szarban, ha ezeket nem tudjuk megtörni. Oh, jó. Hadvezérnek annyi. Nem már. Nem már. Bazd meg. What? Nem már. Fasz meg! Kurva nyomorult makedó lovasok! Hát azért még van némi gyalogságom, 14, 11, 12 ember, 26 ember, az még úgy ír valamit. Ó, nem hiszem el, srácok, komolyan beszarás ez az egész. Mindjárt veszítünk, ezek lekaszálnak minket, te jó ég! Úristen! Ez nagyon gáz.
Jönnek. Ajaj. És megjöttek. Faszus. Ha két lovas egység lett volna az erősítésben, ha és nem egy, akkor lehet veszítünk. De jó ég. Ez nem sokon múlt, tényleg. Ez nagyon nem sokon múlt, hogy nyerjünk, vagy veszítünk. De jó Isten. Kurva makedónok. Kibaszott erősek. Te jó ég. Jó, milyen a magaslat? Jó, jó nagy lovasságom van. The walls have fallen to the enemy. The gods have abandoned us. Na lőjön a Velitis. Szép volt. Pillumot rájuk. Ó, szép. Ó, ezeket meg is törték, király. Hülye barbár zsoldosok. Hülye védekező mód, szart se ér. Csacs! Ó, válogatott baltásai vannak. Ó, te jó ég. Thank you.
general is running away. This is no way for a leader to behave, but in battle it's beyond belief. Ott jó ég, de gyáva hadvezérük van. Hadvezér előbb feladta, mint a csapatok. De jó ég, komolyan. Ezt a szánalmas hadvezért. The gods be praised! The enemy's hearts are full of fear and now they flee! Ez jó volt, megint elkaszáltuk a barbárokat. Egyelőre hagyom, hogy jöjjenek ők, de mikor oda küldöm légióimat, azt fogják mondani, hogy jó, bárcsak ne jöttünk volna. Te most csak szopadsz, ugye? Milyen van ennek, hogy ennyire bátor? Szóval mi a franc? Tele vagy válogatott kartforgatókkal? Vagy mi a bánat, hogy ennyire támad? Valamit elszámolt a gép, azt hitte, hogy ott az erősítés. Most szokott úgy csinálni, hogy van még ideje a városnak, hogy kitámadjon, és hogy ne adja föl. Még van hátra egy 2-3 kör. Az erősítés a gépnek pont, hogy nem ér be, és ő csak megtámad. Azt hiszi, hogy beért az erősítés. Szokott úgy. Kicsit úgy elszámolja a dolgokat. Szegény. Vagy csak feladta a város, és kezdte feladni, és azért? Nagy valószínűséggel igen. Mivel nem hinném, hogy ennyire azért hülye, csak nincs a gép, hogy megtámadjon ennyivel. De amúgy hátulról jön az erősítés, baszki. Dropped more men to the fight. Elkúrtam megint, rosszul zsaktam a csapatokat. Principes, már kezdenek 2 ezüst gerendások lenni, meg 3, szóval nem sokára már 3 lesz aranygerendásom is. Aranygerendás hasztatim, az azért már nem lesz rossz. Semmi az úgy már. Aranygerendás hasztatusz. Veterán légiós lesz. Ó, ezeket simán megtörjük, az kész. Két csapat Gothic Infantry. És ennyi. Na ja. Tudhatták volna, hogy veszítenek. Ezek szerint nem volt már ideje a városnak, és azért támadott ki, hát más... A new man, Gaius Marius! Oh my gosh! Yeah! Megjöttek a légionáriusok! Legionaries! Yes! Early legionary cohort! Yeah! Yeah! És azt mondja, hogy itt tudunk légionáriust például Rómában. Nem? Nem, itt csak auxiliást. Auxilia? Na várjunk, és akkor mi adja nekem a... Az army barak. Kell, hol van nekem army barak képítve? Sehol. Nincs army barakkom. Te szopatsz? Nem létezik. Roman Cavalry. Itt van army barak. Vagy Legionary Cavalry. Király. Azt hittem már nem érem el soha ezt a kort. Hát akkor a hasztatusz ideje lejárt, ezek szerint. Ó, itt a hajója.
Itt kell legyen egy város. Akra Leuke. Ó. Ó, ezt a guntom egy kicsit lázong. Á, tudok kohorszot. Király. Toletum. Itt is tudok kohorszosat. Mennyi a fenntartás? 225 vagy auxiliás íjász. Mi szállaták 10-es. Egy sima egy római íjásznak 10-es. Jó, mindegy. A triárik is kimentek a korból, szóval vége a triáriknak is. Akkor is tudunk pár légionáriusokat, ami király dolog. Ó, te jó ég. Ó, itt még légionáriust is lehet. Ó, gyertek csak. Királyság van, srácok. Megjöttek a légionáriusok. Ennyi lett volna az Equitész hasztati dolog. A Legionary Cavalry. Két kör kell a légiós lovasnak leképzésére, az gáz. Hú, te most szopadsz, ugye? Most rakjuk egybe. Ennyi lett volna. Képezzük a légionáriusokat. Jó, liked auxilia, bakker itt. Itt még semmit se lehet képezni a barakban. Ah, ez komoly. Hát eljött ez az idő is. 11 missile attack-ja van. 9-es? Ah, két missile attack-kal jobbak az izék, az auxiliás íjászok, vagy hárommal. Jaja, az jó, az nagyon jó. Végre, srácok. Ez nagyon király. Mikor itt maradnak a hasztatuszok, úgymond, mert kell a közrend fenntartására, és ugyebár a hasztatusz fenntartása csak 155, ami király dolog, olcsó. Oh, itt csak auxiliás infantrit lehet, bakker. Ez gáz. Most ez egy kicsit úgymond szar lesz, mivel... Mivel? Nem számít, hogy benne a sereg vagy nincs. Jöjj! Jó. Azt hiszem akkor körváltás. Ja. Bejöttek a légionáriusok! Huhu! Királyság van. Ó. Oh. Ó, oh, ez most komoly. Na jó, hát akkor amúgy is el kell venni Ambrákiát, szóval vegyük el még most. Még jó, hogy megtámadott, lehet el is tudom foglalni a várost, ha minden igaz. Ha nem, akkor a következő körben biztos. Mivel nem hinném, hogy legyen itt még egy makedón sereg Ambrákia mellett. Na, de végre meglettek a légionáriusok. Most Spártában tudok légionárius kohortokat képezni. Az nagyon király lesz. Legionary kohort. Azok király fickók. The enemy here brought up more men.
Oh, Roman Armored Generálom van már. Oh, de király! Mit tud ez? Charge Wars 19, romozása, a támadőre 12-es, Defense Grid 11, Pajs 6, Páncél 15, Upkeep 2 életerős és a fenntartása 80 dénár. Tökéletes, most mit mondjak? Várjunk ki, akkor mások az ellenséges testőrök is. Vagy nem? Vagy a Makedón ugyanolyan? Jaj, nem, ez nem az. Ez csak kapitány. Nem kaptak véletlenül a Makedónok kampányán testőrséget? Makedón tábornok. Ó, dehogy nem! Ó, dehogy nem! Kampányán testőrsége van a köcsögnek. Páncélozott testőrség, azaz kampányán lovas. General Armored Bodyguard. Ó, anyám segíts! Így is erősek voltak a makedón testőrök. Bastarnian mercenaries. Jó! Na szar lesz, mivel most mindenhol ugyebár vannak az elit katonáim, amik már elértek egy jó szintet, azokat már nem még tudom átképezni, és ezentúl most muszáj lesz új katonákat képezzek, úgymond. Most ez nagyon szar. Nagyon-nagyon szar lesz most. Ó, milicisták fel is adták. Charge! Most sokkal szarabb lesz, mivel a haszatuszokat nem tudom képezni, ezért a kisebb településekben egyáltalán nem tudok képezni, csak ilyen light auxiliákat, stb. Azok meg kurva szarok. Azokkal nem megyünk semmire. Ez ilyen light auxiliákkal. Now lies dead because of his foolishness. His men will lose heart. The gods be praised. Hát, attól még a páncélozott testőrség kurva szar. És marha, nem a szemszar, mert jók. Csak kibaszott balfaszok, hogy nem bírják megvédeni a hadvezért.
Bazd meg, nem hiszem el, hogy meghalt ez a faszfej. Nem hiszem el, hogy megint meghalt a hadvezérem, pedig annyian körbevették Bakker, a testőrség is ott volt, és mégis. Ki érti ezt? Szép! Hát ez kurva gáz, komolyan, hogy meghalt ez a fasz. Nem igaz. Hogy a vagy... Na mindegy, meghalt, meghalt, ez van. Akkor is köcsögök, a testőrök még mindig bénák. Faszán néznek ki meg minden, de kurva bénák, mert nem tudják védeni a hadvezéredet. What? Oh, két testőr. Nem már. Nekem kell Lambráki, a hülye köcsög. Azok a hülye páncozott testőrök most kurva erősek. Így is erősek voltak a testőrök, a makedon testőrök, de most még erősebbek. Wait my orders. Ó, ez így nem jó. Fire at will. Oké, okay, ez itt azt mondja, hogy két testőr ugyebár. Ja. Ó, elnézést. Oké, okay, folytassuk. Nézzük csak meg, mi az erősítés. Ó, oh, csak egy testőr. Ó, oh, nem. Peltaszta meg egy csapat falangs. Ah. Na mindegy. Jönnek a testőrök. Vannak pont 100-an. Egynek annyi. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemy's hearts. Hát az elmenekült. Oh. Sajnos az a hadvezér el tudott menekülni. Na mindegy. A pártasztákat kell lelőni, lelőjem az íjászaimmal. Kész, meghalt! The enemy general is dead. His men know.
know their doom approaches. The enemy show their true virtue. Oh, teljesen ki vannak fáradva. Falangszosok rengeteget meneteltek, még elértek ide, és teljesen kifáradtak. Ez jó volt. Tényleg még lesznek pratoriánus gárdáim is, vagy pratoriánus kohorszaim, akarom mondani, hogy pratoriánus gárda van a Rome 2-ben. Plusz még ugyebár lesz az a városi kohorszom, ha minden igaz, de mindjárt megnézem, hogy mik is vannak, valami új egység, vagy ilyesmi. Hát ez még belefér. Na de, végre bejött a Marius Reform, szóval most már lesznek jó katonáink. Legképzem a légionárius kohorszokat, auxiliás íjászokkal megtoldva, plusz a légionárius lovasság. Azt akkor jöjjenek a makedónok. Az lehet meggyullad. Vagy nem. Hát ja. Látszik, hogy csak sima kőfal, ezek nem tudják olyan könnyen meggyújtani. A nagy kőfal meggyújtotta volna simán a faltrőkost. Na ja, simán győzünk. Vagyis azt hiszem. Azért szépen ölnek ők is minket. Ezek a goti gyalogosok kurva jók. Jó, győztünk. Tényleg azok a goti gyalogosok rengeteget megöltek. Azok nagyon erős katonák. Ilyen gyenge falangszosok és ilyen falangszos féle, de mondjuk inkább bajsfalban küzd, és ilyen rövid lándzsa. Rövid lándzsája van. Nagyon durva. Castullót. Ó! Oh. Sirály. Oh, Saguntumban jobb lett a közben, mert megostromoltam azt a települést. Képezzünk korai légiós kohorszot. Spártának nem tetszik a római élet. Abszolút semmit nem tudok képezni Ambrágiában. Na ja, kicsi település nagyon.
auxiliás. Elveszük Augusta Vindelicorum. Igen, itt kell... nem tudom átképezni a hasztatikat. Nem baj, mert lesz helyette korai kohorsz. Itt is tudok légionárius kohorszokat. És akkor előbb le kell győzzük a makedó és a kartágóiakat. Várjunk, nem fogok én? Na, nézzük már meg akkor, miket tudok majd még. Nem tudok praetoriánusokat. Azt hogy? Csak városi kohorszot ad. És praetori gárdát nem. És a városi kohorsz semmiben sem, vagy csak annyiban jobb, hogy többen vannak, mint a legionáriusok, 80 emberrel. És mi adja nekem a praetoriánust? Az Imperial Place! Az ad nekem praetoriánust, az nekem van. Ja, itt van praetorian kohort. Csinálok belőle vagy párat. És majd elviszem izébe. Mi az már? Makedóniába. Elviszem a praetoriánusokat. Mennyibe kerül egy auxiliás? 270 fenntartás. Bazd meg! Kurva drágák. Ilyen auxiliák. Na de hát köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!